Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, mi a tervem, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most rátérek arra, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolat, amit tervez. Itt a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, tehát ő tisztázni szeretne vagy veled valamit, vagy a barátokkal, hiszen a kutya jelentheti a baráti kört is. Az is lehet, mivel a nap láthatóvá tesz valamit, hogy ő azt tervezi, hogy találkozzon a barátokkal. A kutya jelentheti a hűséget is, és pontosan erről is szeretne beszélni, vagy elmondani azt, hogy ő hűséges hozzád. Amit a kutya még jelenthet, természetesen kutyát, vagy cicát, háziállatokat, és itt megvan ez a szimpátia, vagy szeretne egy kutyát, vagy neked van egy kutyád, és szeretné ezt látni. Tehát ezek a témák. A kutya, esetleg háziállatok, vagy a baráti kör, vagy a hűség. Hogyan érzi magát? Itt látható a könnyűség, azon kívül a madarak itt csevegnek, keresi a kapcsolatot veled, beszélni akar veled. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud horgonyozni. Látni akar téged, hűséges hozzád, beszélni akar veled, és elmondja azt, hogy nálad le tudott horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy most van egy munkahelyi ajánlat, itt lesz beszélgetés, és minden olyan jól alakul, hiszen olyan barátságosak vele. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt a csillagok szerencsét hoznak, vagy jelenti azt is ez a kártya, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben meg van írva, és a sors utatok kereszteződött. Úgy, ahogy a csillagképen ez meg van írva. És ez látható itt is, ahol az utak kereszteződnek. Holott ez másképp van rajzolva ez a kártya, mert az utak jelenthetnek bizonyos döntéseket is, amikor elgondolkozik azon, melyik irányba tegye meg a lépéseit. És megnézzük azt is, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a mozgás, előre mennek az események, lehetnek változások. Ami engem zavar, megmondom őszintén, ennél a kártyánál, hogy itt egy nő látható. Mert a klasszikus, lenomált kártyánál itt van egy lovas férfi. Engem ez kicsit zavar, hiszen utalhatna egy másik férfire is, de ezt nem mondhatom, hiszen itt ez a nő látható, holott a kártyáknak gyakran szimbolikus jelentése is van. Ha én ezt a kártyát így figyelembe veszem, úgy magyarázom el, hogy ennek a kártyának az a jelentése, hogy előre mennek a dolgok, lesz mozgás.
Ez lehet sport, ez lehet autó, ez lehet egy kirándulás, egy költözködés, utal a mozgásra, utal a változásokra. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera. Most, ahogy látom itt a felvételnél, igen, újra látható, hogy áramszünet volt pár percig, illetve pár pillanatig, úgyhogy gondolom, hogy a felvételnél majd úgy lesz, hogy a képek sötétebbek, most újra világos. Itt Mallorca szigetén ez néha előfordul, hogy nincs villany, hogy áramszünet van. És még egyszer kívánok egy szép napot, szeretettel, Dendera!